Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint a Kántai Gábor kórházban, Halsányi Lajosné oktatási referenssel beszélgetünk, és előre is szeretnék elnézést kérni nézőinktől, hogy tegeződni fogunk, de nem tudunk nem tegeződni, hiszen évtizedek óta ismerjük egymást, még gimnazista korom óta, tehát elnézést kérünk. A beszélgetésünknek az apropója egy nagyon szép elismerés, mi is ez pontosan? Ez az elismerés az Euroskill versennyel kapcsolatos tulajdonképpen, ahol Monoki Noémi, a református gimnáziumnak a szakképző évfolyamos tanulója, harmadik helyezést nyert el, és ez a versenynek még az a apropója, hogy angol nyelven folyt a verseny, és így tulajdonképpen ez a harmadik helyezés nekünk nagyon nagy örömet jelentett. Elárulhatom azért, hogy 37 éve egészségügyi pályán, vagy épp az előbb számoltuk össze. Volt ilyen sikeres diákod? Hát így konkrétan ilyen sikeres diákom még nem volt, illetve hát angol nyelven nem is emlékszem rá, hogy más kolléganőnek is lett volna, és remélem, hogy most akkor nem felejkeztem el senkiről, de tényleg Noéminek én úgy gondolom, mert hogy most másodéves, tehát 2/14 ápoló szakképző évfolyamos tanuló, hogy annyira ismerem, hogy tényleg nagyon maximálisan készült erre a versenyre, és nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezik, és még nagyon rátermett is, azt szerettem volna még kihangsúlyozni, és szeretne is ezzel a pályán dolgozni majd. És itt nálunk szeretne dolgozni, ezt is tudjuk. Mennyit lehet gyakorlatra fordítani, vagy hogy alakult át a gyakorlat? A gyakorlat jelentősen átalakult, tehát hogyha visszamegyünk a régi hagyományos szakközépiskolába, tehát azokba az évekbe, akkor ott hetente egyszer jöttek ki a tanulók gyakorlatra. Most ezek a gyakorlatok blokkosítva vannak, illetve hát most már úgy mondjuk legújabb, hogy moduláris rendszerbe folyik a képzés, és általában 9-7-es gyakorlatok vannak. Na most erről aztán lehetne vitatkozni, hogy most az volt a jó, ami régen volt, akkor azt mondták, hogy miért nem blokkosítva, illetve tömbösítve járunk gyakorlatra. Most meg egy kicsit visszajött az, hogy jobb lenne, hogyha nem így lenne, mert hogy így akkor kint vannak mondjuk 9 hétig általában gyakorlaton, és akkor a másik 9 hétig meg megint nincsenek gyakorlaton. Bár ez csak az 1/13 és a 2/14 évfolyamnál van így, a 3/15 évfolyam csak egy blokkot, illetve modult van bent az iskolában, elméleti órákon, a többit végig a vizsgát megelőző hetekig kint van itt nálunk gyakorlaton. És mennyire szeretik a gyakorlatot a gyerekek, hiszen sokan azért csak dolgozni szeretnének, nem szeretnének tovább tanulni. Aki mondjuk főiskolára, egyetemre készül, az lehet, hogy inkább az elméletet szeretné, tehát ez megosztik éppen. Te is mondtad, hogy ez a szakképzés átalakulásával ez egy vitatott kérdés. Én úgy látom, hogy nagyon szeretik a gyakorlatot. Tehát most minden, én dolgoztam a gimnáziumba is, mint egészségügyi szakoktató, akkor is úgy éreztem, hogy szívesen jöttek ki gyakorlatra, és most, hogy visszajöttem ide a kórházba, és mint szakoktató itt is úgy látom, hogy nagyon szeretnek kint lenni, szeretik a betegeket, szeretik az osztályokat. Tehát akármilyen felmérést is szoktam végezni, ilyen felmérést a tanulókkal kapcsolatosan, kérdőívrendszerbe, és azért többen több osztályt szoktak megjelölni, hogy szívesen jönnek, illetve ezekből a kérdőívekből még az is kiderül, hogy sokat fejlődnek. Tehát azok a dolgok, amiket ők elméletben megtanultak, vagy esetleg nem is tanultak, azokat a dolgokat ők itt látják és alkalmazzák. És ezzel nagyon-nagyon sokat tanulnak, és nagyon-nagyon sok tanuló azt szokta írni ezekbe a kérdőívekbe, és meg hát mondani is természetesen. Nagyon sok tanuló azt mondja, hogy tulajdonképpen a szakma iránti szeretete a gyakorlatok során alakul ki. És a betegek azok, mikor látják a kis nővérkeket, szerintem ők is úgy igyekeznek egy picit talán kedvesebbek is lenni velük, ezt lehet így nem kijelenteni, de így megfogalmazni? Ez biztos, hogy így is van, igen, mert van egy ilyen kérdés is ebbe a kérdőívbe is, és azt írják a tanulók, hogy
hogy örülnek, amikor hálásak a betegek, hogy jaj, hogy milyen jó, hogy itt vannak, tehát hogy szóba, tehát kommunikációba értem én ezt, meg ezt a, gondolom, hogy érzik ők is ezt a szeretetet irántuk is, és hát így aztán a tanulók is még nagyobb odaadással, és tényleg még nagyobb szeretettel, meg körültekintéssel és odafigyeléssel szokták őket gondozni, illetve ápolni, és még szeretném mondani, hogy és nem is biztos, hogy elmennek a munkaidő végeztével. Tehát, hogyha még nem fejezte be a feladatot, akkor nincs 3 óra, és akkor tud elmenni, úgy érzi ő maga is, amikor azt befejezte, és nem hagyja ott a beteget. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy akik a Karcagi Gimnázium egészségügyi részében tanulnak, akkor azok már ilyen hivatástudatszerűen jönnek ide ki a gyakorlatokra? Igen. Én azt gondolom, hogy ezt minden további nélkül ki lehet jelenteni, és a végzősöknek nagyon nagy része eleve ide jelentkezne, illetve jelentkezik is, csak nem mindenkit tudunk felvenni, vagy akkor Debrecen, Budapest általában, esetleg Szolnok még, amit meg szoktak pályázni, de a tanulók egészségügyi területen szeretnének elhelyezkedni. A tanulók azok még otthon vannak, de hát az oktatási referens azért már készül, szerintem számol a visszafelete is a napokat, hiszen indul az új tanév. Hogyan indultok neki? Milyen lesz itt a gyakorlat? Be van-e már osztva? Tehát mit lehet erről tudni? A gyakorlati beosztást a gimnázium készíti el, illetve hát a szakképző évfolyamnak a vezetője, osztályfőnöke. De én úgy tudom, hogy most 3 osztály fog kijönni, mind a 3 szakképző évfolyam ki fog jönni gyakorlatra, úgyhogy mi szeretettel várjuk őket, és tényleg az osztályok is nagy szeretettel szokták mindig őket várni, nem csak azért, hogy segítséget jelentenek, hanem már ők is úgy néznek rájuk, mint következő jövőbeli munkatárs, hogy kit szeretnének esetleg ezekből a tanulókból oda maguk mellé. És megmondom őszintén, hogy miután az önéletrajzok általában kérjük, hogy azért fénykép legyen az önéletrajzokon, a fényképes önéletrajzok alapján tényleg ki is tudják válogatni, hogy ő kellene nekünk. És ez alapján aztán fel is tudjuk őket venni, ha van rá lehetőség természetesen. Egyébként főigazgatónő mindig támogatja azt, hogy ha mi megkérdeznek bennünket, hogyha mi azt mondjuk, hogy ügyes és tényleg nagyon lelkiismeretes munkája van, akkor mindig támogatja a tápolási igazgató helyettesnővel, hogyha konzultálunk erről. Tényleg nem szokott ebből probléma lenni. Visszaemlékszel még arra, amikor te kezdtél a pályádon, hogy akkor milyen érzés volt jelentkezni a Kártai Gábor kórházba? Amikor én kezdtem, akkor még annyiból egyszerűbb volt, hogyha mi úgy gondoltuk, hogy én ezen az osztályon szeretnék dolgozni, akkor nekünk az sikerült. Tehát nem tudom, hogy esetleg azért, mert több lehetőség volt, hogy nagyobb volt a szakdolgozói létszám, vagy eredendően meg lehetett ezt oldani, az biztos, hogy nem emlékszem olyanra, hogyha valaki azt mondta volna, hogy ő mondjuk a gyerekosztályon szeretne dolgozni, hogy az nem dolgozhatott a gyerekosztályon, csak mondjuk a traumatológián. Azért ez most más, most már, tehát kevesebb a szakdolgozói létszám is, illetve hát gondolom, hogy a nyugdíjkorhatár megemelésével, és kicsit folyamatos emelgetésével, így hát kevesebb a lehetőségük a fiataloknak abban, hogy esetleg válasszanak területeket. De azért hozzá kell tennem, hogy ezt mindig mondjuk is, hogy ha egyszer valaki ide bekerül a rendszerbe, akkor azért jobban tud utána esetleg mozogni, hogy ha mégis azon az osztályon van üresedés, akkor lehetőség lesz arra, hogy ő oda kerülhessen. Volt már olyan is, hogy helyettesíteni kellett bizonyos osztályon, és akkor az is lehet, hogy nem önszántából került oda, hogy helyettesítsen, hanem át lett irányítva, és utána úgy megszerette, hogy ott szeretett volna maradni, vagy maradhatott is. Tehát van lehetőség azért. Tehát ebbe a vezetés, én úgy gondolom, hogy mindig partner.
Akkor reméljük, hogy Noémivel is így fogunk járni, hiszen azt tudjuk, hogy ő szeretne dolgozni majd, ha végez. Vele akkor úgy tűnik az eredménye alapján, hogy egy jó szakembert fog a kórház kapni. Biztos mindenképpen ezt megerősíthetem. Noémi tényleg egy nagyon talpra esett, nagyon jól felkészült, és nagyon szereti a betegeket. Nagyon szerették a betegek is a gyakorlat során, meg hát még most az idén is fog gyakorlatra jönni. Úgyhogy én ebben biztos vagyok, hogy egy jó munkatársat fogunk kapni. Reméljük, így lesz. Én viszont azt kívánom, hogy még hasonló kis tanítványai legyenek, hiszen az ő még előttel is sok-sok év áll a nyugdíjazásig, és azt hiszem, hogy ez az mindig erőt ad a pályán maradáshoz. Köszönöm szépen. Tehát a harmadik helyezés...